Köszöntöm nézőinket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Megpróbálta újra elbukott, nem tud változtatni a működési szabályzaton a pécsi polgármester. Programa a járások versenyképességének növelésére baranyai polgármestereknek tartottak fórumot. Gyógyít, finom és egészséges baranyai mézeket népszerűsít az Agrárkamara. Fáklyával érkeztek a befutók Pécsre, a Lauber Dezső sportcsarnokban tartották a záróünnepséget. Szezont zártak a motorosok, elbúcsúzott az idénytől a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Hiába nyújtotta be újra a közgyűlés szervezeti működési szabályzatának módosításáról szóló javaslatát, a pécsi polgármester megint leszavazták azt a pécsi képviselők. A városvezető továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem megválasztott tagokkal töltse fel az önkormányzat bizottságait. Ez pedig ellenállást váltott ki a jobboldali képviselőkben, akik kifogásolták, hogy nem egyeztetett velük a városvezető. Hogyan működjön a képviselőtestület, miként alakuljanak a bizottságok, kik lehetnek ezek tagjai? Ilyen kérdésekben ad iránymutatást a pécsi közgyűlés szervezeti és működési szabályzata, vagyis az SMS. Ennek módosítása szerepelt elsőként a képviselők előtt a keddi közgyűlésen. A polgármester javaslata került újra elő, amit az alakuló ülésen már benyújtott. A polgári oldal azt kifogásolta, hogy egyeztetés nélkül őket kihagyva akar módosítani ezen a szabályzaton, Péterfi Attila. Mégiscsak több mint 20 ezer ember szavazott nekünk bizalmat. A legnagyobb politikai közösség 11 fővel mi vagyunk. Az úgy nem járja, hogy polgármester úr minket meg akar kerülni, a mi javaslatainkat nem akarja meghallgatni, és nem akarja figyelembe venni egy előterjesztés benyújtását megelőzően. Ugye lesznek majd az SMS-ben olyan módosító indítványaink, amivel rákényszerítjük erre az együttműködésre a polgármestert, de addig is elvárnánk azt, hogy hát ezt a fajta együttműködést éppen az önkormányzat működőképességének a biztosítása érdekében ezt tanúsítsa. Egy órás vitát gerjesztett ez az ellentét kedden az ülésteremben. A frakcióvezető kitért arra a konkrét javaslatra, amit nem tudnak támogatni az SMS módosításában. Nem választott személyeket beemeljünk a bizottságokba, és nekik szavazati jogot adjunk, ezzel ugye eltorzítva a választói akaratot. Van olyan város, ahol ez működik, van, ahol egyébként ilyen nincsen, ugye Pécs is ezek közé tartozik, hogy ilyen nincsen. Mi a magunk részéről, főleg a jelenlegi kiélezett, kényes egyensúlyi helyzetben semmiképpen nem javasolnánk azt, hogy akár az egyik, akár a másik oldal javára nem választott képviselők, hanem egyfajta ilyen közgyűlési alku keretében több leszavazati jogot adjunk olyan személyeknek, akik nem indultak. Így kapnának a választók felhatalmazásának hiányában szavazati jogot a pécsi ügyekben bizonyos emberek, félő, hogy ezeket politikai alapon bíznák meg és jutalmaznák őket, érveltek a polgármester javaslata ellen a testületi ülésen. Az ÖPE frakció vezetője szintén azt emelte ki, hogy nem változott a városvezető korábbi hozzáállása. Amit a vitában is elmondtam, az a partnerség, amit polgármester úr a választási vereség alkalmával június 9-én is deklarált, és az expozéjában és a múlt közgyűlésen megfogalmazott, hogy partner kellő időben, kellő mélységű egyeztetésre fog sor kerülni, ez viszont nem történt meg. Ő hivatkozott arra, hogy két alkalommal kezdeményezett egyeztetés, de hát 137 nap alatt durván 65-70 naponta egyeztetni egy ilyen horderejű ügyben nem gondolnám, hogy kellő mértékű és mélységű egyeztetésre utal, tehát az egész módszerrel, a tematikával, hogy nekem úgy jött le, hogy mintha ott folytatnák, ahol abban hagyták. Végül a polgármester SMS módosítási javaslatát nem szavazta meg a testület, mivel a támogató szavazatok száma nem érte el a 13-at. Ennyi igen kell a pécsi közgyűlésben, hogy egy előterjesztés többségi támogatást kapjon. Ezért jelenleg marad a régi SMS hatályban a következő testületi ülésig. A települések helyi iparűzési adója egy részének járási szétosztásáról, vagyis a versenyképes járások programról tartott fórumot Pécset Latorczai Csaba. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára baranyai polgármestereknek tartott tájékoztatást és válaszolt kérdéseikre a Baranya vármegyei kormányhivatal dísztermében.
Baranyai polgármesterek hallgatják a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát csütörtök délután a Baranya vármegyei kormányhivatal dísztermében. Itt tartottak fórumot a versenyképes járások programról, amit a kormány indít és a településvezetők fontos szerepet játszanak benne. Ne pontszerűen egy-egy fejlesztés valósuljon meg egymásról mit sem tudva, hanem ezek a fejlesztések sok esetben egy láncot alkotva segítsék elő a járásban élők életkörülményeinek a javítását, az, hogy az ott lévő vállalkozások gyarapodjanak, a munkahelyek bővüljenek, a fizetések nőjenek. Ehhez viszont szükséges az önkormányzatok és a polgármesterek összefogása. Vagyis szükség van a járások egészének fontos fejlesztésekre, nem csak a települési beruházásokra. Ebben egyeztetnek majd a helyi polgármesterek, a tervek megvalósítását pedig a kormányzat segíti anyagilag. Minden járásban a kormány a helyi iparüzési adó bevétel növekményét a kormány visszaforgatja a járásokba, és ott a járási szintű fejlesztéseket, amelyeket helyben kidolgoznak, azokra kívánja fedezetül biztosítani. Tehát a helyiek határozzák meg, a helyi polgármesterek, a helyi közélet határozza meg, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket ebből a kormányzati támogatásból megkívánnak valósítani. Erre vonatkozóan pályázatot fog kiírni a kormányzat. Sőt, az iparüzési adó növekményt kiegészíti azokon a területeken, ahol ezek a bevételek alacsonyak. Abban az esetben, hogyha egy járásban nem éri el az össz helyi iparüzési adó növekmény a 250 millió forintot, akkor az kiegészíti 250 millió forintra, megyeszékhely esetében pedig 500 millió, megyeszékhelyt tartalmazó járás esetében pedig 500 millió forintra. Én úgy gondolom, látva a jövő évi prognózisokat, azt nyugton állíthatjuk, hogy ennek a programnak Baranya vármegye valamennyi járása nyertese lesz. A baranyai főispán azt mondja, a program elindítása új szemléletet hozhat a településvezetők körében. Ez egy nagyon jó program arra, hogy megtanuljunk együtt gondolkodni, térségben, partnerségben. A másról nem is szól a versenyképes járások program, ezt mindenképp ki fogja az önkormányzati rendszerből kényszeríteni, és ezt a kényszerítés szót jó értelemben mondom. Van ennek hagyománya a kistérségi rendszerben, ami most már járási rendszer, ahol a járásszékhely település önmagában is szolgáltat a térségének a járásának. Egészségügyi, szociális vagy éppen oktatási nevelési szolgáltatásokat biztosítottak így. A jövőben a közös pontok a járás egészének fontos fejlesztések kerülhetnek előtérbe. Baranyának előnyös lesz ez a program, mondja Horváth Zoltán. Mi Baranyában ennek a programnak mindenképp nyertesei leszünk, mert a helyi iparüzési adó nem áll akkora volumenben rendelkezésre, mint amennyit egyébként ez a 250 millió forint per járás indikálna, tehát minden járásunk többet fog kapni, mint amennyit betesz ebbe a közös programba. Úgyhogy bizakodó vagyok, hogy Baranya ennek a programnak is nyertese lesz, de ez közös gondolkodás és közös akaraton is múlik az önkormányzatokkal együtt. Infrastruktúrális fejlesztések, vízellátás, csatorna kiépítése, ilyen fejlesztések jöhetnek szóba többek között, hangzott el a fórumon. Az elképzelések szerint a januári pályázat kiírás után tavaszi-nyári elfogadással, ősszel pedig már a tervek megvalósításával folytatódhat a program a járásokban. Jelenleg ezekben a napokban a polgármesterek javaslatait, kéréseit veszik figyelembe, és ez alapján még finomítanak a program részletein. Megfázás, influenza a tél közelettével egyre többen küzdenek ezekkel a betegségekkel. Természetes gyógyír a méz, amit Baranyában több termelőtől, méhésztől beszerezhetünk. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervezete kóstoltatóján. Sorakoznak a mézes üvegek az asztalon a Pécsi Kossuth téren. Itt tartotta újra mézkóstoltató eseményét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai szervezete. Szeretném megmutatni, hogy az idén milyen mézek készültek, milyen újdonságokkal készültek a termelőink, és hál' Istennek idén is lesz újdonság, meg idén is nagyon jó sikerültek, én szerintem, mint minden évben. Kimondottan jók a baranyai mézek, nagy tapasztalattal bírnak a méhészek, egyre jobb, és itt azért valljuk be őszintén, hogy a külföldi méznek a behozatala miatt is nagyon nagy szükség van arra, hogy promotáljuk a helyi termékeket,
a helyi mézeket. A Baranyában igen sok termelő is van. Őket egyre könnyebb megtalálni, és érdemes őket keresni, mondja a kamarai elnök. Egy füzetnek köszönhetően, egy applikációval is könnyen rákereshetünk. Tudjuk, hogy a termelőktől hol helyben mennyit tojást tudunk vásárolni, és tudjuk, hogy milyen minőségű mézet tudunk kapni. Annak ellenére, hogy egy nagy bevásárlóközpontban név nélkül mondva, ki tudja, hogy honnan származik, EU-n belül az van csak ráírva, itt a termelő az arcát adja, itt a piacon ő áll mögötte, ő készítette, én úgy gondolom, hogy ennél jobb dolog nincsen. A baranyai méhészek, illetve a helyi mézlovagrendek tagjai is eljöttek a kóstoltatásra. Máj Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója azt mondja, csökkent a méztermelők száma hazánkban. 8%-ot csökkent a méztermelőknek az aránya csak ebben az évben, és várható sajnos a további csökkenés, így nálunk a megyében is. A méhcsaládok számában ezt még most nem tudom megmondani, hiszen a jelenleg még tartanak az úgynevezett őszi kötelező monitoring vizsgálatok, amikor is a mélyegészségügyi felelősök összeírják a megye, illetve az ország mélyállományát, de biztos, hogy ezáltal, mivel ugye a méhészek száma csökken, a mélyállományoknak a száma is csökkenni fog. Bizonytalan eredetű, nagy mennyiségű, olcsó méz árasztja el az EU-t. Ez csökkenti a magyar mézpiacát, ezért van visszaesés a termelőknél, mondja a méhész. Ez ellen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az Agrárminisztérium segítségével egy úgynevezett antidömping eljárást indított az Európai Unióban, és ehhez csatlakoztak más nagy méztermelő uniós tagországok is, ugyanúgy, ahogy egyébként azok a tagállamok is, akik úgymond elfogyasztják a saját mézünket. Mi exportorientáltak vagyunk, nekünk a mézeinknek közel 60%-a az külföldön, azaz vagy uniós piacon, vagy pedig unió kívüli piacon értékesül. Tél közelettével ajánlott megerősítene szervezetünket. Erre kiváló a méz, ezért érdemes keresni a helyi termelőket. Ilyenkor kicsit kiemeltebben a hársmézet, akácmézet, gesztenyemézet szoktuk javasolni. A beltartalmi érték, a hárs kiemelkedik ilyenkor a vírus és baktériumölő hatása miatt, illetve még az egyéb más méhészeti termékek között a virágpor, illetve a propolisznak a fogyasztása is, ami a propolisz kifejezetten immunerősítő hatással bír. Ezeket a mézeket, illetve a virágport kóstolhatták meg az érdeklődők Pécsen, a Kossuth téren pénteken. Az eseményen mindenkit arra bátorítottak, hogy keressék a termelői piacokon a helyi méhészek termékeit. 2024-ben a Vatikántól indult a békefutás, ahol Ferenc pápa megáldotta a békefáklyát. Azóta Európa minden országán áthaladt a futócsapat. Ebben az évben Pécsen zárult a rendezvény a Lauber Dezső sportcsarnokban. Színvonalas ünnepséggel várták a fáklyával érkező futókat. Fáklyákkal, rendőri felvezetéssel érkeztek a békefutás résztvevői Pécsre. A város több irányából is befutottak a lelkes résztvevők, köztük iskoláskorú gyerekek és felnőttek is. Egész Európából és távoli kontinensről, mint például Ausztráliából vagy Új-Zélandról is csatlakoztak a békefutáshoz. A Lauber Dezső sportcsarnok előtt már fogadták a futókat. Egy Erdélyben élő magyar állampolgár is futott a békéért. A békéért, hogy a béke fényét vigyük a világba, a világszínvonalon mindenfele, minden gyereknek tudjuk átadni azt a békét, amit a szívünkben érzünk, és hadd érezzék ők is. Paralimpikonok és olimpikonok is részt vettek a záró ünnepségen, üdvözölték a békefutókat. A pécsi Konkoly Zsófia háromszoros paralimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa bajnok magyar úszó biztatja a fiatalokat a sportra, és örül, hogy részt vehet ezen a rendezvényen. Kiskorban mindenkinek megvan az energiája, rengeteg sporttól, szerintem mindenki mozog, és kiskorban lehet ezt elkezdeni szerintem, hogy minél több sportot mutassunk be nekik, és akkor meg tudják találni azt, ami igazán hozzájuk vezet. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek tényleg, és hogy meghívtak. Én mindig ilyen hálás vagyok, hogyha egy ilyen rendezvényen részt tudok venni, és hát tényleg ez leginkább a sportról szól, illetve a békéről, és úgyhogy én örülök, hogy itt lehetek, és támogathatom ezt.
Kőbárita kétszeres olimpiai bajnok kajakozó nagy pártolója a békének és a gyerekek szellemi fejlődésének is. Én nagyon régóta ismerem Sri Csimul tanítványait is, és magát a mesterrel is volt lehetőségem találkozni. És már akkor is valami csodavilágot éltem meg a gondolkodásmódjukkal, a tisztaságukkal, a békeszeretettel. És én nagyon örülök, hogy nagyon sok fiatal ma ezt megérezheti, hogy mi az tisztán, becsülettel, egyenesen, jó szándékkal létezni. És ugye ma már tudjuk, pár száz kilométerre háború van, tehát mi tudjuk, hogy mennyire fontos a béke. És hogy ezeknek a gyerekeknek, ha egy jó élmény fűződik hozzá, akkor én azt gondolom, hogy később majd eszükbe fog jutni. A Pécsi Mátyás Király utcai általános iskola és a testvérvárosok terei általános iskola tanulóiból hatalmas összkórus állt össze, hogy énekével fogadja a békefutókat. A világban, ami minden, sok minden történik mostanában, a békének és a béke üzenetének nagyon erős jelenformáló hatása van. Ezért állunk ki mindannyian és éneklünk békedalokat. Ennek már története van, Pécset többször járt már az Egységszív Alapítvány, többször vettünk már részt a Peace Run rendezvényen, és mindig nagy örömmel jönnek a gyerekeink, éneklik, nagyon szeretik ezeket a dalokat, amiket ennek keretében megtanulunk, és többen futva érkeznek ide az iskolából, úgyhogy egy nagyon érdekes és nagyon tartalmas program ígérkezik most is itt számunkra. Jó lesz, hogy így eljövünk énekelni a kórussal, mert elég nagy távot futnak le így a futók, akik ezt bevállalták, szóval szerintem szép dolog, hogy ezt így valaki elvállalja, és mi örülünk, hogy eljöhettünk, mert szeretünk énekelni, meg jó a kórusban lenni. A Pécsi Egyházmegye püspöke Felföldi László is tiszteletét tette a rendkívüli eseményen. A béke mellett foglalva állást fejtette ki gondolatait. A világban, a teremtett világban, az emberi életben a béke az alap, mindennek az alapja. A teremtés első pillanata, legyen világosság, legyen rend, legyen béke. Jézus első szava, hogy békesség nektek, és ebben a most nagyon felbojdult fizikai, szellemi, lelki háborúban, amiben most élünk, nem csak ott, ahol fizikai frontok vannak, hanem itt Magyarországon is, itt Pécset is, a legfontosabb, hogy fölhívjuk a figyelmet a békére. A Peace Run-t 6 földrész 140 országában megrendezik, immár 35. alkalommal, csak a Covid idején hagyták ki. A váltófutás célja, hogy fejlessze a nemzetek közötti barátságot. Ebben az évben március 6-án indult a futás Olaszországból, Vatikánvárosból, majd 21 országon át körülbelül 12 ezer kilométer megtétele után érkezett a fáklya Szerbia felől Magyarországra. 1987-ben indult, New Yorkból Sri Csimul indította útjára, és ez a fáklya, a békefáklya igazából a békét szimbolizálja, hogy az embereket összekösse ez a béke, és valójában mi egy világcsaládhoz tartozunk, és ebben a világcsaládban, ha nincs béke, akkor nincs semmi. És azt kérte tőlünk Sri Csimul, hogy mindenkihez vigyük el ezt a fáklyát, a lehető legtöbb emberhez, és igazán nagy megtiszteltetés, hogy most itt Pécset lesz a záró ünnepség, és ennek az európai szakasznak itt fejeződik be a vége. Kezdetektől fogva a nemzetközi eseményen a békét jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. A futókat a településeken ünnepséggel köszöntik. Ez a hatalmas rendezvény különböző kultúrájú, bőrszínű, politikai és vallási meggyőződésű embereket kapcsol össze. Pécset zárult a rendezvény a Lauber Dezső sportcsarnokban október 18-án pénteken. Színvonalas ünnepséggel köszöntötték a fáklyával érkező futókat. Szezonzáró motoros gurulást tartott a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. A 13. rendezvény azzal a céllal szerveződött, hogy felhívják a közlekedők figyelmét a motorosokra, illetve megköszönjék a közlekedés többi résztvevőjének, hogy idén is fokozottan figyeltek rájuk. A felvonulást Pécsen a Széchenyi téren tartották, és útjuk villányban ért véget.
Több száz motoros dübörgött október 19-én szombaton a Széchenyi téren Pécsen. Az idei utolsó, vagyis szezonzáró gurulásra érkeztek a Baranyai székhelyre. Még Győrből is csatlakoztak a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület rendezvényéhez. Lassan már 2018 éveleje óta járunk le folyamatosan Pécsre és környékére, szezonnyitóra, szezonzáróra. Évközben én természetesen kicsivel többet járok, mint a többi motoros társam. Itt vannak lent a Dél-Dunántúli Egyesületnek, az elnöktagságnak a nagy cimboráim, meg a többi nagy motorosok is. Évközben is tartjuk a kapcsolatot, születésnapokat, húsvétokat, karácsonyokat, így megtartjuk, vagy csak egy spontán kirándulást szervezzünk. Ők is valamikor feljönnek Győrbe, de hát az kicsit úgy ritkább egy pillanat, de általában egy félúton Balaton környékén szoktunk találkozni. Most évről évre, hál' az égnek, egyre nagyobb lesz itt a Dél-Dunántúli Egyesület által a szezonzáró. Ennek úgy örülünk, mert mi is ugye egyre több és több ember tudunk bevonzani. Időjárás valamikor kicsit olyan kérdéses, közreműködés térén, de mit tud más csinálni? Az ember vastagon felöltözik, vesz magához a jó adag kávét, vagy egy kis lélekeresítőt, és már sokkal jobban vagyunk. Én Siklósra érkeztem, barátnőm pedig Hosszúetnéről. Idén májusban csináltam meg a nagy motorra a jogosítványt. Ez igazából egy gyerekkori álmom volt, mert a motorozás úgymond egy ilyen szabadságot nyújt számomra, illetve most már barátnőm számára is. Szoktunk menni túrázni ide a környékbe, de egyelőre még gyakorlom ezt az egész motorozást, mert ugye ehhez nagyon sok tapasztalat kell, meg idő, hogy bele tudjunk rendesen motorozni. És nélkül motorozni? Hát igazából ő szeretette meg velem ezt az egészet. Igazából az érzés, a szabadságérzés miatt talán azt mondanám. A párommal ő szeretette meg velem ezt igazán. Utasként sokkal nagyobb élmény. Más a levegő, más a körülnézett világ, minden teljesen máshogy látunk. És a legjobb egyébként ősszel motorozni, mert akkor színesek a fák, színesek a levelek, amik lehullottak, minden gyönyörű, teljesen más érzés. Az egyesületnek a tagjai jó barátaink, de csak így érdeklődünk, és hogy szép idő van, így kijöttünk mi is. A tél beköszönte előtt egy utolsó látványos gurulásra gyűltek össze az egyesület tagjai és motoros társaik, azért, hogy egy nagy összetartó erejű felvonulással zárják az évet. A tervek azok vannak persze, hogy csökkentsük a baleseteket. Ez évről évre egyébként, hál' Istennek, a statisztikák azt mutatják, hogy csökkenő tendenciában van, úgyhogy ennek nagyon örülünk. És most a szezonzáró guruláson is nagyon jó idő van. Rettentő sokan eljöttek, nem látom az évben, a sok közepéig igazából a motorok tele vannak, parkolónak, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Még lassan indul a motoros felvonulás, és megyünk le villányba, úgyhogy még úgy látom, hogy folyamatosan jönnek a motorok és csatlakoznak hozzánk. Ezt én úgy gondolom, hogy egy ilyen 800 kötője és 1000 motor között vagyunk most jelenleg. A rendezvény legfontosabb eleme azonban mégiscsak a baleset megelőzés témaköre volt, amelynek keretében egy kerekasztal beszélgetés is történt szakértő szervezetekkel, személyekkel Pécsváros főterén a dzsámi előtt. Olyan kompetens személyeket hívtunk, akik ebbe tudnak segíteni, illetve van jobb és több rálátásuk, mint akár nekünk az egyesület tagjainak. Hát volt oktató, volt a rendőrség baleset megelőzés részéről, próbáltuk így a kicsit okítani, kicsit hozzátenni ehhez a naphoz. A szezonzárás pedig most megtörtént. A lezárás az arról szól, még egy utolsó nagy közöset guruljunk itt Pécsen, de sokan nem teszik el a motorokat, mi sem tesszük el. Például tavaly is augusztus vagy december 31-én még motoroztunk egyet, ami tök jó volt, mert 10 pár fok volt, úgyhogy biztos, hogy sokan nem teszik még el a motorokat. 12 órakor elindult a csapat körbe a Széchenyi téren egy tiszteletadással, és irány villány, ahol beszélgetések és bemutató zárta a programot. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!